Tarsoly Csabát azonban sosem hallgatták ki, sőt a kormány időközben további pénzt adott a Questornak. A hírportál szerint hiába állítja a kormányzati ellenőrzési hivatal, és a Magyar Fejlesztési Bank is, hogy már 2011-ben feljelentették a Questort gyanúsnak ítélt állami hitelét. A rendőrség közölte, nem érkezett semmiféle feljelentés. Brückner Gergely a vendégem, jó estét kívánok! Átlátja még? Én a mai napon éreztem úgy, hogy végérvényesen elveszítem a fonalat. 4 éve vizsgálták, amit 2 éve leállítottak, és feljelentettek, ami sose érkezett meg, de nem akkor jelentettek fel, amikor vizsgáltak, hanem a leállított vizsgálat után, amit nem is állítottak le. Szóval itt azért most már elég rendesen összekuszálódtak a szálak. Sajnos megint egy olyan elemnél vagyunk ebben a történetben, ahol nem nagyon jön ki semmiképpen se a képlet, tehát nem egyenes az a kommunikáció, amit a különböző állami szervek próbálnak a média érdeklődésére mondani. Tisztán emlékszem erre az esetre, mert 2010 után, a kormányváltás után emlékszem, hogy olyan érdekes volt, hogy sokáig úgy nézett ki, hogy az MFB-nek nincsen elszámoltatása. Emlékszem, még néztem is, hogy Erős János, az a Magyar Vívószövetség elnöke maradt egész 2012-ig, a Vívószövetséget, a közgép, meg az MVM támogatta. Tehát úgy nézett ki, hogy van itt valami fajta kontinuitás, béke a Fidesz mögötti hátország és a Erős János vezette MFB mögött. És ez volt az első ügy, amikor 2011-ben olyan hangosabban azt lehetett hallani, hogy de igen, a Questor hitel miatt mégis lesz valami fajta vizsgálat. Ami az Etopark hitel. Igen, ez az Etopark hitel, tehát a Questor csoport egyik cége vett föl, ez végül is 2 részletben hitelt, és ugye hát ennek a körülményeit találták gyanúsnak. Hát ugye a mai kommunikációból az derül ki, én egyet elfelejtettem ezt az ügyet, de a maiból az derül ki, hogy sokan elfelejtették, vagy valamilyen módon elsikálták. Először úgy tűnt, hogy a Kehi azt mondja, hogy de igen, ők feljelentést tettek, és hát az utolsó, amit én az Indexen láttam, az már arról szólt, hogy hát gyakorlatilag a Kehi is visszakozott, és azt mondja, hogy nem, mi csak vizsgálódtunk, vagy nem vizsgálódtunk, de én, most teszünk feljelentést. Én még ott tartok, hogy feljelentést tettünk, de 2015-ben, tehát idén. Igen. Ami azért elég furcsa, hogyha valamit elkezdek vizsgálni 2011-ben, akkor miért 4 évvel később teszek feljelentést? Semmiképpen sem jön ki a képlet, és ugye hát a háttérben azt lehet hallani, hogy nagyon sok MFB-s vezetőt megkérdeztek különböző hatóságok ebben az ügyben. Tehát úgy tűnt, hogy a kormányzat a hitelnyújtó oldalt, az MFB-t, a hitelnyújtás körülményeit szerette volna vizsgálni. Ugye egy nyomozás az történhet az ügyészség legfőbb ügyész utasításaira annak felügyeletével. Tehát mintha egy kicsit irányított lett volna, és a hitelfelvevőt kevésbé vizsgálták volna. Az azonban teljesen életszerűtlen, hogyha tehát valamilyen... Az vizsgálták, aki hitelt adta. Igen, tehát hogy ott volt-e valamilyen bűncselekmény. Ugyanakkor hát minden szerződésnek 2 oldala van, hogy akár ha valóban csak a hitelnyújtással kapcsolatban merültek volna föl gyanúk, akkor is nyilván meg kell kérdezni a hitelt felvevőt, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a Tarsoly Csabát semmilyen hatóság, semmilyen szinten nem kérdezte meg. Az most egy újabb kérdés, hogyha valójában nem történt feljelentés, akkor milyen hatóságok kérdezték meg az MFB munkatársait. Tehát valami itt nagyon össze van kuszálva. Igen, erről szára még nem is gondoltam. Tehát ha igaz az, hogy nem történt feljelentés, akkor ki vizsgálódott és milyen célból? Hát vizsgálódni attól még lehet az MFB-nél. Tehát, hogy vizsgálódtak, de mindent rendben találtak, nem? Tehát akkor csak hát ez itt jöhet most már ki ebből a képletből. Ugye nagyon határozottan azt mondtam az ügyészség, hogy ők nem kaptak semmilyen, tehát se a Győr-Sopron megyei, se a fő, semmilyen feljelentést. Valamiképpen, és hát lehet, hogy az Index majd, vagy más média folytatja a történetet, úgy tűnik, hogy voltak mégis ügyészségi meghallgatások. Hát ez majd egy érdekes szál lesz, hogy lesz-e, aki erről nyilatkozik a sajtóban, ez egy téves szál, de hát sokkal inkább azt tűnik valószínűleg, hogy 4 évvel korábban még megtörténhetett az, ami most nem történt meg, hogy hát valamilyen módon elhalt egy olyan vizsgálat, ami egy hát a politika által kedvelt ügy mellett szólt. Ugye fölkarolta utána Szijjártó Péter, fölkarolta Győr, Széchenyi tervbe bekerült a program. Hát valami miatt hirtelen megszerettük az Etópark projektet, ami egyébként el is készült. Ugye itt az alapvető probléma az volt, hogy a ingatlanválságra hivatkozva csúszott ez a bizonyos beruházás, noha az ingatlan válság előtt csúszott, tehát 2005 és 2008 között nem történt semmi. Ez egy 2 tételből álló hitel volt, és 2008-ban az MFB nem azt mondta, hogy 3 év alatt minket becsaptak, nem történt meg a beruházás, hanem még ráadott egy jó nagy méretű hitelt.
mindkét politikai oldalnak érdekes tettei voltak ebben a történetben. Hát azt mondja, hogy most nem halt el az ügy meg a vizsgálat, azért egy olyan két hétig haldokolt a történet, aztán egyszer csak meggyógyult, ami a vizsgálatot illeti, tehát mégis lett vizsgálat, mégis lett előállítás, előzetes, de hát azért túl hosszú idő telt el, hogy kiderüljön, hogy ez most akkor mi lesz ezzel, illetve valószínű, hogy azért nem tudott elhalni, mert mondjuk egy MFB vizsgálat az Etopark esetében az azért olyan széles néptömegeket nem érint, mint több ezer károsultat a Questor ügy esetében, a mostani ügy esetében. Tehát ezt azért nem lehetett volna csak úgy elsikálni, nem? Igen, biztos, hogy nem lehetett volna, de nagyon déjà vu érzésem volt, ahogy olvastam az Index cikkét, és ahogy leírta az újságíró, hogy különböző hatóságokhoz fordul, milyen nehezen szülik meg a választ, hogy húzzák az időt. Én pont ugyanezt éltem meg a fővárosi törvényszékkel, amikor gyakorlatilag egyszerű, eldöntendő kérdéseket tettem föl, hogy adott-e be öncsődöt a Questor kötvénykibocsájtó cége, elutasították-e ezt. És ahogy leírja itt az indexes kollega, hogy 7-8 nap alatt válaszoltak nagy nehezen, és állandóan furcsa kifogásokat találtak, keresik az irattárban a választ. Ugyanezt éltem át én is, hogy 20 perc múlva visszahívjuk, és gyakorlatilag a rendszerben 2 perc alatt megnézhető választ 8 nap alatt szültek meg. Ezek mindig rossz érzéssel töltik el az újságírót, mert hát valóban úgy néz ki, hogy legalábbis nem segíti a hatósága a helyzet feltárását, vagy nincs egyértelmű válasz. Az alatt a 8 nap alatt meg rengeteg minden történhet. Köszönöm szépen, hogy itt volt.